Dobos László karcagváros polgármestere múlt héten csütörtökön sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a város is csatlakozik a Darány Ignác tervhez, melyet a kormány január 16-án ismertetett. Ugyanezen a napon Karcagon megalakult a mezőgazdasági tanácsadó testület, melynek tagjai helyi mezőgazdasági szakemberek. A város a jövőben két programot szeretne elindítani, egy gyümölcs és egy zöldségtermesztéssel kapcsolatos beruházást. Szeretettel köszöntöm a sajtótájékoztatón résztvevő kedves kollégákat, újságírókat, televíziósokat, rádiósokat. Szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit. Bejelentem, hogy a mai napon a Darányi Ignác tervről szeretnék egy sajtótájékoztatót tartani. Hát azzal szeretném kezdeni, hogy Karcagon megalakult egy tanácsadó testület, mezőgazdasági tanácsadó testület néven. Gondoltunk arra, hogy egy olyan szegmenset erőteljesen ben kell lefedni, ami a városra abszolút jellemző, hiszen akárki akármit mond, a Karcag városa mindig mezőgazdasági jellegű település volt, jelenleg is az, és nagy valószínűséggel a jövőben is az lesz. Ennek megfelelően úgy gondoltuk, hogy ez egy stratégiai jelentőségű dolog, hogy ezzel a területtel külön foglalkozzunk. Itt olyan célokat tűzzünk ki és tervezzünk, ami a város fejlődését, egyáltalán a vidéki élet minőségének a javítását, a munkahelyteremtést elősegíti. Ennek céljából hoztuk létre ezt a bizonyos tanácsadó, mezőgazdasági tanácsadó testületet, helyi neves mezőgazdasági szakemberek bevonásával. A tanácsadó testület megalakult, ügyrendjét el fogja készíteni, és a jövőben ezzel a nagyon-nagyon fontos területtel fog foglalkozni. És adódott rögtön a lehetőség, hogy megismerkedjünk, illetve ez a tanácsadó testület megismerkedjen az ugyanezen a napon bejelentett, kormány által bejelentett Darányi Ignác tervvel, és ezzel összefüggésben kialakítson már egy előzetes programot. A város két alapvető programban szeretne részt venni ezen a Darányi Ignác terven belül. Egyébként ez a terv egy keretet ad a vidék stratégiához, amit természetesen a kormány majd meg fog tölteni tartalommal, és természetesen várjuk azt, hogy hozzá kapcsolódó pénzösszeg is álljon rendelkezésre. A hírek szerint 300 milliárd forint fog rendelkezésre állni 2014-ig. Melyik az a két program? A két program a következő, hát mindenképpen szeretnénk egy gyümölcs termesztéssel és egy kertészeti zöldségtermesztéssel foglalkozni. Az elsővel kezdeném a gyümölcs termesztéssel, tudva lévő, hogy Karcagon van egy csemeteket, ahol jelenleg díszfákat, díszcserjéket termesztenek, ezeket nevelik, és azt szeretnénk, hogyha ebben a csemetekerben gyümölcsfa neveléssel, gyümölcsfa csemeték termesztésével is foglalkozna a városgondnokság, és ezeket a gyümölcsfa csemetéket szeretnénk a karcagi lakosokhoz eljuttatni, természetesen nagyon-nagyon jutányos áron, ezzel is elősegítve azt, hogy valóban a házaknál, portákon, kiskertekben ezeket a fákat elültetve, azoknak gyümölcseit felhasználva a igazán jó minőségű gyümölcsöt régi receptek szerint, a nagymama receptje szerint lekvárként, befőttként, aszalva fel tudják használni a karcagi lakosok. Ha többet termés lenne, akkor természetesen ezt értékesíteni is lehetne a különböző helyeken, piacokon, de akár még külföldi szállításra is lehet gondolni, hiszen városunkban egy olyan üzem található, amely foglalkozik a zöldség és gyümölcsféléknek a feldolgozásával. A másik program a zöldségtermesztéssel kapcsolatos, és ez összefügg egy nagyon-nagyon komoly fejlesztésünkkel, a strandfűrő fejlesztésével.
ahol terveink szerint a strandfürdőt, a felújított strandfürdőt a meleg vízzel fogjuk fűteni. Ez az alapvető elsődleges célja a melegvíz felhasználásának, természetesen a fürdésen kívül, és az ott felhasznált vizet, ami még kellő hőmérséklettel bír, kb. 30-35 Celsius fokkal, többféle célra szeretnénk felhasználni. Az egyik pillére a strandfürdő közelében található kórház és a különböző állami, illetve önkormányzati intézményeknek a téli-nyári hőforrását szeretnénk biztosítani ezzel a másodlagos melegvízzel, illetve szintén a strandfürdő közelében található állami tulajdonú földek megszerzésével szeretnénk kialakítani olyan területeket, ahol fólias hátrakat és üvegházakat lehetne kialakítani, felépíteni. Ezt a másodlagos elfolyó vizet, amit egyébként másra nem tudnánk használni, a strandból kifolyó vizet, ezeknek a fűtésére lehetne felhasználni. Ez egy régi terv tulajdonképpen, és örülünk, hogy ez a bizonyos Zarányi Ignác terv, illetve a vidékstratégia lehetősége biztosít számunkra ennek a kialakítására. Természetesen az állami tulajdonú földek megszerzésére, illetve ezeknek a üvegházaknak, fóliasátraknak a kialakítására, ebből a tervből, illetve ebből a tervből származó pénzösszegből szeretnénk pályázni. Lehetőség van még tulajdonképpen a nagyvénkerti zárt kertekben is kialakítani ezeket a bizonyos fóliasátrakat, illetve üvegházakat, úgyhogy ott lévő területeket akár magánszemélyek is tudják ilyen tényformában hasznosítani. Szeretném még kiemelni, hogy természetesen ennek a melegvíznek, termálvíznek van egy bizonyos mennyiségű gáztartalma is. Azt is tudja mindenki itt Karcelon, hogy három darab kút van viszonylag közel egymás mellett, és ennek a három kútnak a gázmennyiségét összegyűjtve nagyon-nagyon komoly energiaforrása tehet szert a településünk, amit aztán akár értékesíteni is lehet a gázszolgáltató részére, akár egy kisebb, mondjuk 500 kV-os ilyen mini erőművet is létre lehetne hozni, aminek az energiáját szintén fel lehetne használni különböző célokra. A 2012-es költségvetésben mind a két dologra, a zöldségtermesztése, illetve a gyümölcsfa telepítése és a csemeték termesztésére is egy külön összeget szeretnénk elkülöníteni. Ez nagyságrendileg mennyi lenne, és ez mennyi munkahelyet jelenthetne a jövőben? Egy kisebb maximum még a pályázat önerőnek is csak egy kisebb részét fedezné. Ez egy 10-10 millió forintot jelentene. Ez lenne egy kiinduló alap, és akkor természetesen fokról fokra szeretnénk ezt bővíteni. Mint még egyszer mondom, ez egy több pilléren álló beruházás sor lenne, és hát mindenféle képződött nyereséget vissza tudnánk forgatni a folyamatos fejlesztésre. Hát reményénk szerint ez azon túl, hogy mondjuk a kertészeti zöldség termesztéssel el tudnánk látni a városi intézmények, óvodák, iskolák, szociális intézményeknek a ellátását. Azon túl nagyon-nagyon fontos, hogy valóban ez egy munkahelyteremtő beruházás is lenne. Természetesen ezek a tervek, hát ezeknek a terveknek a kidolgozása még ezután fog megkezdődni, beindulni, hiszen a magát a Darányi Ignác tervet is a hétfőjén jelentették be pár nappal ezelőtt, így aztán konkrét számot ezügyben mondani teljességgel felelőtlenség lenne. A Darányi Ignác terv nagyon sokféle gondolatot, tervet tartalmaz. Mi úgy ítéltük meg, hogy ez a két terület az, amit elsőként meg tudunk célozni. Nyilvánvalóan ez egy hosszú távú vidékstratégiai terv, aminek részeként rettentő sokféle okos dolog
dologra lehet pályázni, illetve lehet beruházni. Gondolok itt a víz minőségének a javításától kezdődően a mezőgazdasági szakemberek oktatásáig, tehát nagyon szerteágazó ez a terv. Úgy értéltük meg, hogy a településünk mérete és a anyagi lehetőségünk egyelőre ezt a két terület megcélzását teszi lehetővé. Hát én úgy gondolom, hogy ez a tanácsadó testület, mint ahogy a riport elején, illetve a sajtótájékoztató elején említettem, egyáltalán annélkül is felállt volna, hogyha ez a bizonyos vidékstratégiai terv nem indul be az országba, hál' Istennek beindult, mert szükség van a városnak egy olyan vonal kialakítására a mezőgazdaság területén, ahol ezeknek a szakembereknek a véleményére adnunk kell. Nyilvánvalóan az élet produkálja azokat a problémákat, gondokat, amiket orvosolni kell, amiket meg kell oldani, tehát a mindenkori napirendi pontokat az élet hozza magával. Kezdve attól, hogy hogyan lehet eljutni a termeléstől, a termesztéstől egészen a feldolgozásig, milyen dolgokat kell ezügyben kialakítani, milyen rendszert kell kidolgozni. Hát nyilvánvalóan ez a Darányi Ignác terv nagyon sokat segít ezekben a munkálatokban. A település önmagában mindenféle pályázatot nem tud megoldani. Vannak olyan területek, ahol olyan hihetetlen összegeket kell biztosítani, amire csak összefogással lesz lehetőség. Gondolok itt a mezőgazdasági utaknak a felújítására, azoknak a rendbetételére. Miután nagyon nagy karcagnak a határa, sok száz kilométer mezőgazdasági földutat kell folyamatosan karbantartani. Ezekre is szoktak kiírni pályázatot, negyedévenként, fél évenként, de ezeknek az önereje is akkora, hogy önállóan csak az önkormányzat nem tud pályázni. Mi azt szeretnénk, és ezt már korábban is beszéltük mezőgazdasági szakemberekkel, hogy közösen lehet. Tehát cégek, magánemberek összefogása, illetve az önkormányzat, hogyha így ilyen hármasban pályázik, akkor sokkal eredményesebb lehet, és akkor nyilvánvalóan a mezőgazdasági utaknak a felújítása, illetve annak a hossza, az megsokszorozódik. Mezőgazdasági vállalkozók közül többen is jelezték, hogy ők szívesen részt vennének ezekben a programokban, olyannyira, hogy szorgalmazzák is ezeknek a programoknak a elindítását, illetve ezt a bizonyos közös összefogással történő megvalósítását. Hál' Istennek vannak olyanok, akik az orruknál tovább látnak, és rájöttek arra, hogy ezeknek a mezőgazdasági utaknak a fejlesztése nem csak a mezőgazdasági szempontból fontos, hogy könnyebben meg lehessen közelíteni a mezőgazdasági területeket, a termő területeket, hanem rettentően fontos idegenforgalmi szempontból is, hiszen Karcag határában olyan idegenforgalmi látványosságok, turisztikai célpontok vannak kijelölve, amiket érdemes meglátogatni, érdemes ide csalogatni embereket. Közös összefogással lehet ezt megcsinálni, és akkor több legyet lehet ütni egy csapásra, nem csak a termőföldek megközelítése, hanem a turisztikai célpontok elérése is megoldódna. Tulajdonképpen minden fejlesztés, minden beruházás azon túl, hogy valamilyen értéket hoz létre, az is nagyon-nagyon fontos, de hát a munkahely teremtés az meg különösen kiemelt szempont. Munkahelyet teremteni rendkívül nehéz. Rendkívül könnyű számon kérni bármilyen településen a település vezetőket az ügyben, hogy miért nincsenek munkahelyek. Ez az egyik legnehezebb feladat. Szívós, kitartó munka kell ehhez, és viszonylag lassan jön meg az eredménye, de hogyha egy folyamat beindul, akkor egyre inkább hólabdaszerűen halad előre és generálja a munkahelyteremtést. Természetesen ehhez az ilyen jellegű tervekre van szükség, amit a Vidékfejlesztési Minisztérium indított el, mert tulajdonképpen a Vidékfejlesztési Minisztérium indította útjára a Darányi Ignác tervet. Ez hozza magával a munkahelyteremtés lehetőségét. Hát csak az a két program, amit említettem, amit Karcagon szeretnénk megvalósítani, ez a bizonyos gyümölcsfa
ültetés, és egyáltalán gyümölcs termesztést, és a kertészeti zöldségtermesztést is, ez is, hogyha beindul, akkor nagy valószínűséggel igen sok munkahely teremtésére ad lehetőséget. Az a helyzet, hogy szomorúan kell mondani, és ezt elmondtam a gazdasági tanácsadó testület alakuló ülésén is, hogy az információim alapján a környékbeli települések mezőgazdasági szempontból elhúztak tőlünk. Szomorú ezt kimondani, de ez így van. Ez számokon, mértényeken alapul, és ezt elismerték ott jelenlévő mezőgazdasági szakemberek is. Nekünk mindig az volt a célunk, hogy a Nagykunsár fővárosa Karcag valóban egy térségi központ legyen minden szempontból. És ez sok területen így is van. Kultúrában, oktatásban, egészségügyben is lehetne még sorolni különböző szolgáltatásokban. Valóban egy központja ennek a területnek, hát a karcagi kistérségnek bizonyára, de hiszem és biztos vagyok abban, hogy az egész Nagykunságra komoly kihatással van Karcag. Érdekes módon pont a mezőgazdaság volt az, ahol ez picike kis lemaradás volt tapasztalható az utóbbi időben, és ezt egyszerűen nem tűrhetjük. Mi nem vagyunk egy csöppel sem butábbak, az itt dolgozó mezőgazdasági szakemberek egy csöppet sem lustábbak, mint a környékben élők. A szakképzettségük is megvan, talán egy picikét az új felé történő nyitásban látom azt a hiányosságot, ami okozhatta ezt a bizonyos lemaradást. Ezt mindenképpen vissza kell venni, nekünk ezen a területen is a környék, a Nagykunságnak a vezetőjeként kell a továbbiakban föllépnünk, és hogyha ezek a programok beindulnak, akkor természetesen ezeket a megtermesztett növényeket, legyen az gyümölcs vagy zöldség, a környékre is el fogjuk tudni juttatni. Én azért is mondtam, és ebben teljesen egyetértettünk nem csak a gazdasági tanácsadó testületen, hanem a képviselő testületben, a Fidesz frakcióban, hogy nekünk elsőként kell ehhez a bizonyos Darányi Ignác tervhez csatlakozni. Nekünk ez kutya kötelességünk, elemi érdekünk is. Nekünk az a célunk, hogy valóban egy olyan minőségi vidéki élet lehetőséget biztosítsunk az itt élőknek, ami az ittmaradást, az önfenntartást segíti elő. Hát a fantáziánk az meglódulhat természetesen, és gondolhatunk nagyokat, és én úgy gondolom, hogy nem is kicsiben kell gondolkozni, hanem nagyban, de azért először nézzük meg, hogy megy ez. Először alakítsuk ki, minden az alapoknál kezdődik, legyen egy stabil alap, készüljenek el ezek a beruházások, nyerjünk pénzt, megfelelő mennyiségű pénzt, kezdődjön meg a munka, legyenek elültetve azok a bizonyos fák, legyenek meg azok a kis palánták, amik majd felhasználhatók lesznek, és először a településünkön, utána egyre terjedő körben próbáljuk ezeket hasznosítani. Természetesen évek múlva nyilvánvalóan, hogyha minden jól sikerül és pozitívan alakul, akkor kiterjeszthetjük akár külföldre is, hiszen abban is hiszek és szent meggyőződésem, hogy ez az ország el tudja látni saját magát mezőgazdasági termékeket tekintve, hiszen rendkívül gazdagok vagyunk, jó a termőföldünk, megfelelő mennyiségű vízbázissal rendelkezünk, ami olyan kincs, ami az olajhoz hasonlítható lassanként. Tehát minden olyan természeti adottságunk megvan, ami lehetővé teszi azt, hogy önfenntartóak, önellátóak legyünk, sőt, még exportálni is tudjunk. Látni szeretnénk majd azokat a pályázati lehetőségeket, amit hoz ez a program magával. Komoly számításokat csak ezután tudunk végezni. De hát ezt, ha valaki belátja, hogy saját magának termeli meg azokat a gyümölcseket, amit máskor esetleg különböző bevásárló központokban vásárol meg, akkor már az egy nyereség természetesen, megtakarítás. És ugyanígy nyilvánvalóan egy télen-nyáron működtethető
fóliasátorrendszer vagy üvegházrendszer az nagyon-nagyon gazdaságosá teheti a lakosság ellátását az intézményeken keresztül. Egyébként még annyit hagyd mondjak, hogy nekem régi vágyom volt már az, hogy ezt a kincset, a melegvízünket, a termálvízünket azt föl lehessen használni. Irigykedve néztem mindig akár belföldön, akár külföldön azokat a területeket, ahol nézett kilométerek százain termesztették folyamatosan egész évben azokat a növényeket, amit aztán megvásároltunk drága pénzen a boltokban. Itt volt a lehetőség, itt van a lábunk alatt ez a meleg víz, ezt mindenképpen célszerű felhasználni. Nem győzöm kihangsúlyozni, hogy a gazdasági értékét túl a munkahely teremtés is rendkívül fontos. Most olyan lehetőség van, eddig azért nem sikerülhetett ez, mert a felhasznált termálvizet vissza kellett sajtolni a földbe, és most már úgy tűnik, hogy ennek nem kell eleget tenni, így lényegesen olcsóban és gazdaságosabban lehet ezeket a fóliasátrakat, illetve melegházakat, üvegházakat felépíteni, illetve működtetni. Van-e arra esély, hogy helyi termék, tehát Karcagon előállított termék bekerüljön a helyi kisebb-nagyobb bevásárló központokba? Tehát ahhoz természetesen olyan mennyiségű és olyan minőségű árut kell előállítani, olyan terméket kell előállítani, hogy egyáltalán szóba lehessen állni a termesztőkkel, már, illetve a termesztők is ezek a multi szóba álljanak egymással, de hogyha ez a minőség és a mennyiség az megfelel, akkor természetesen az önkormányzat egy katalizátorként tud működni. Mi nekünk megvan a kapcsolatrendszerünk ezekkel a multikkal, hiszen kár lenne ezeket a szálakat eltépni, bolondság lenne egy városvezetésének azt mondani, hogy ő nem foglalkozik egyetlen multival sem, mert ha tetszik, ha nem tetszik, ők itt vannak, és akkor, hogyha már ezek a szálak megvannak, akkor lehetőség szerint használjuk ki ezeket a kapcsolatrendszereket úgy, hogy a helybéli lakosság ebből profitáljon. És én meggyőződésem vallom, hogy azok az itt termesztett növényfélék százszor ízletesebbek, mint amit bárhonnan a világ másik részéről hoznak be, hiszen mindenkinek van tapasztalata, hogy egészen más egy lecsó íze, amit itt a helybéli kiskertek paradicsomából, hagymájából, paprikájából készítenek, mint hogyha egy multi polcáról levett ugyanilyen növényekből készül az a lecsó például. Nagyon szépen köszönöm az érdeklődő kérdéseket, az érdeklődést, köszönöm a türelmet, legközelebb úgy szintén állok rendelkezésre. A fejleményekről folyamatosan tájékoztatjuk kedves nézőinket.